Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amelyben a 20. század második felének magyar történéseiről, történelmi pillanatairól ejtünk szót. Vendégünk pedig természetesen ismét Sinka Jenő, az 56-osok világszövetségének Fejér megyei elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm a nézőket. Az előző adás az úgy ért véget, hogy 1956-os kunszentmártoni eseményekről ejtett szót, és azt gondolom, hogy viszont ennek nincsen vége, mert van egy utóélete, tehát akkor folytassuk innét. Igen, köszönöm szépen, hogy emlékeztet erre a beszélgetésre. Fejér megyében is történt ezt követően, 57 után. A forradalom és szabadságharc 10. évfordulója 1966-ban is történt fiatal és édesapja részéről szovjet csapatok kivonásával kapcsolatos, hogy úgy mondják, izgatása a városban, ez Csákváron történt. Tehát azt lehet mondani, hogy több alkalommal felevelte szavát és tetteit a magyar lakosság, hogy a szovjet csapatoknak nincsen itt helye Magyarországon. És ugye ez a sorozat is arról szól, hogy végül is hogyan jutottunk el odáig, hogy ez megtörténjen. Igen, de addig történt egymás, hiszen emlékszünk rá, mi a gulyás kommunizmusban éltünk, mint tudjuk, és az nagyon fontos időszak volt, hogy 1960-as évek vége felé azért már megmozdult a szocialista tábor is, és itt volt ugye a cseh konfliktus, ami megint egy kivételes pillanat volt. Igen, nagyon jól tetszik emlékeztetni erre. Én magam is hallottam azoknak a helikoptereknek, nehéz helikoptereknek az ugását, ami 1968. augusztus 20-án áthúzott Székesfehérvár fölött is. Akkor 1968-ban Csehszlovákiában úgy mondják, hogy beavatkozás történt. Most, hogy ennek mi volt a közvetlen előzménye, az a hírek nem szólnak és nem számolnak be, de ha már egyszer a magyar csapatoknak és a szovjet csapatoknak be kellett avatkozni, akkor bizony ez egy komoly ellenállás volt. A magyar hadsereg állományából is vezényeltek oda katonákat néhány napra, amíg ott, hogy úgy mondjam, normalizálták a helyzetet. Tehát gyakorlatilag azt a követelést, hogy az orosz csapatoknak nincsen ott sem helyük, azt hogy úgy mondjam, letörték. Tehát a keleti blokkban, ugye ezekben az országokban máshol is történt. Aztán nem térnék ki lényegében még tovább, mert ott vannak a lengyelországi események később, ami sokáig, és nagyon, nagyon komoly dolgok történtek. Ez most nem tartozik talán ide ehhez a csapat kivonáshoz. Azt tudjuk, hogy a Csehszlovákiában aztán Gusztáv Huszák vezette, igen, kommunista, igen, párt, megakadályozta az úgynevezett az ottani rendszerváltást és a szovjet csapatok kivonását, vérbe folytották, ahogy igen, tetszik. Tulajdonképpen. És azért volt esemény, ahogy ön is mondta, Lengyelországban, hiszen Lech Walesájék elkezdték pontosan a szolidaritás mozgalommal. Pontosan így. Nálunk pedig ért a helyzet. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy 1989-ben már előtte is a rendszerváltás után Kádár János távozásával kicsit pontosan fellazult a politikai pontosan helyzet, és lehetővé tette, hogy elinduljon. Miként élték meg, miként éltük mi meg ezt az időszakot, hiszen aztán elvezetett a csapatkivonáshoz. Igen, vártuk a felszabadulás ízét, illatát, és erre vonatkozó törekvéseim voltak, és most néhány képben ezzel illusztrálnám. Egy-két olyan fontosabb eseménnyel elmennek a katonák, kérdezik újságcikkben. Igen, akkor nagyon vártuk, hogy ez a kérdés ez valósággá, tehát kijelentésé történik, nem csak egy kérdés, hogy tényleg elmennek. Igen, elmennek, el fognak menni, és ezt akarjuk. És ezzel kapcsolatban megjelentek itt képek is, hogy már készülődnek a tankok. Ugye a hadsereg katonáit is mozgósították, ők is érezték, hogy itt valami történni fog, hiszen ők nem otthon vannak, és az, ami nekik történik, ők az eseményei lesznek. A jobb felső sarokban látunk ott vonuló katonákat. Ezek már készültek arra, hogy a folyamatok egyes részeibe ők is részesei lehessenek ennek a kivonulási procedúrának. Itt Fehérváron is nagyon, nagyon, hogy mondjam, figyelemmel kísérték a kiskatonák a Budai úton, hogy mi történik a városban. Egyszerűen nem nagyon értették, hiszen ők kiskatonák voltak, és nem értették a helyzetet. A Lövölde út kanyarban, ha jól emlékszem, igen, ott volt egy maradék téglakerítésfal, és ott volt egy beszéd, és utána mécsesek jelentek meg, ott tettek oda az emberek is.
szegény kiskatonák nem tudták mire vélni. Rémül után néztek, egyszerűen ők is érezték, hogy itt nekik, hogy mondjam, eseményben kell, hogy részt vegyenek. És ennek az eseménynek tényleg részesei lehettek, láthatjuk, hogy a katonák erre fölkészülten és fegyelmezetten szót fogadtak a parancsnokaiknak, mert ugye őnekik ez volt a dolguk, mint ahogy korábban az volt a dolguk, hogy itt őrizzék a lángot, vigyázzanak, hogy ne térjünk le, sokszor szoktam mondani a Lenini útról. Most pedig már erre visszafelé kell. Igen, ebben hallani. Nagyon érdekes politikai helyzet volt, csak annyit jegyeznék meg, hogy a egyik szovjet tiszt mondta annak idején, akik bejáratosak voltak a tiszti klubba, a fehérvári tiszti klubba, hogy most már biztos, hogy el kell menniük, tekintve, hogy a szovjet tiszti klubot bezárták. Igen. Hirtelennyében. Igen. Ezt csak játékosan jegyzem meg, hogy akkor most már biztos. Igen, tehát más dolguk akadt, mondhatnám azt, hogy más fontosabb dolguk akadt, mint... Jenő bácsi, ezt miként élte meg az ország? Mi volt a tapasztalata? Önök 56-osok. Igen. Nagyon vártuk, és hagytuk az eseményeket úgy, nem is akartunk befolyás, ez már nem a mi dolgunk volt. Ez a miniszterelnöknek, az akkori Antal József miniszterelnöknek, meg sok minden másnak a dolga volt, az idézőjárban mondjam, hogy ezt a dolgot véghez vigye, hiszen egy demokratikus állam jött létre, és akkor abban a szituációban idegen csapatnak az országban nincsen helye. És most visszacsatolnék egy gondolata, hogy volt már csapatkivonás, ugye akkor előbbi beszélgetésben említettem, és itt van is egy példa róla, hogy október 28-át követően vonultak ki azzal a céllal, hogy viszik a sebesülteket meg a család, de szembe is jöttek tankok, nehéz fegyvernemek is, és ez nagyon nagy szerepe volt akkor a hadműveleteknek, hogy így mondjam, gyalogos katonák is, én is említettem korábbi beszélgetésben, láttam mongol képű gyerekeket hozni autón, egyszerűen nem tudták, hogy hová viszik őket, szó ezt emlegetni. Lényeg az, hogy volt egy ilyen kivonulás. Idézőjelben azokat vonták ki, akiket már itt nem tudtak alkalmazni, ők is látták a helyzetet. Na de az igazi vonulás az most kezdődött el, és ugye az előbb említettük, hogy Csehszlovákiába is megmozdultak erre, aztán ha a középső ábrát nézzük, ahol föl van sorolva, hogy ebben az időszakban melyik országban, mikor és hol vonultak ki a csapatok. Most, ha közelebb hozzák a képet, akkor fogják látni, hogy Magyarország, Csehszlovákia, Lettország, Lengyelország, Észtország, Litvánia, még mások is lehettek ebbe, de csak ezeket soroltam, és az évszámok 91-től kezdve 94-ig. Ha jól emlékszem, az Észtországban azt a napot, amikor az utolsó katona elhagyta az országot, nemzeti ünneppé nevezték ki. Tehát a Szovjetunió felbomlása azért nagyon sokat segített, és az utódállamoknak pedig van ma is elég bajuk, igen. Akkor is volt, hiszen a Tallinnban, Rigában, tehát Lettország és Észország fővárosában is hatalmas nagy örömünnepek voltak, pedig akkor még nem volt annyira tiszta a helyzet. Igen, igen, akkor még, hát nem azt mondom, hogy puskaporos, mert puskapor nem szólt. Tehát itt az ennek az egész kivonulásnak a lényege, hogy ez egy békés úton, egy megoldás kapcsán sikerült a kivonulást elindítani Magyarországon és más. Nem kellett egyetlen puskalövésnek sem eldördülni ahhoz, hogy kimenjenek. Nem úgy, mint a II. Világháborúban, meg 56-ban, hogy bevonultak és lehengereltek mindenkit. Kérem szépen, ez egy békés úton elindított kivonulási folyamat volt ezekben az országokban. És erre nagyon, nagyon készültek, nagyon vártak, örömünnep volt mindenütt. Mostanában hallottuk, hogy a legszebb látvány az volt, amikor a szovjet katona hátát látjuk. Igen, és akkor született meg ugye a legendás Nagy Feriódal is. Igen, igen, igen. Volt már korábban is, illetve utána volt egy, nem akarom megmondani a zenekarnak a nevét, de nagyon jól tudjuk, hogy Bye Bye Sasha, ugye? És akkor abban volt az első sorokban, az első verszakokban az, hogy
mióta elmentél azután, azóta az orrámat keresem. Igen. Hát ez már egy kicsit vicces volt, de tulajdonképpen egy valóságos, felszabadult érzést fejezett ki az, hogy itt nem csak kérdés, mint hogy az előemlítettem, merült fel, hogy elmennek? Igen, elmennek, el fognak menni. Mielőtt a csapatkivonásról és a technikai részleteiről beszélünk, azért tegyük hozzá, hogy Székesfehérváron például romokat hagytak itt. A Budai hát, úti igen. laktanya, illetve azok a lakótelepek, amelyek most a Lövölde úton fekszenek, igen. a négy emeletes tiszti házak, ott totális káosz volt, igen. ugyanígy a Vásárhelyi úton. Igen. Aki igen. még emlékszik rá, azt tudja, hogy mindent elvittek, ami mozdítható. Hát igen, meg kiárusítottak, amit lehet. Amit lehetett. Ezt hogy érték meg a székesfehérváriak? Miként emlékszik rá? Hogy egyszerűen ott maradt, ugye a város közepén van a Budai úti laktanya. Igen. ami egy teljesen elzárt terület volt, katonák övezték igen. mindenütt, hogy egyik pillanatról a másikra a miénk lett is. Igen, igen, ez egy nem azt mondja, fehér folt, egy sötét folt volt a városban. De attól kezdve, hogy lehetett látni ezt az enyhülést, egyre fehéredett ki. És ahogy elmentek, akkor vált fehér folttá, hogy ez most már a székesfehérváriak, ez most már a lakosoké, ez most már az országi, de nem csak itt, ugye sok más helyen is, majd a következő részben, hogy mit hagytak itt ránk, erre majd külön kitérek. És a politika miként vélekedett erről? Miként vélekedtek például önök 56-osok erről a történetről? Igen. Hogy lehetett ezt úgy üdvözölni, hogy egyik oldalról megvan az öröm, másik oldalról pedig a felelősség is, igen. hiszen előbb-utóbb fel kellett tárnia, hogy mi minden történt addig. Igen. Igen, nagyon örültünk neki, mert bajtársainknak zöme tényleg ezen volt, hogy ugye nem akarok visszatérni rá, de tudjuk, hogy a követelések első három pontjában ott volt a szovjet csapatok kivonása. Ugye ez egy nagyon jelentős dolog volt, hogy távozzanak ki, és akkor mi maradjunk magyarok ebben az országban, és akkor tegyük azt, amit akarunk. Mi vártunk arra, és be is következett, hogy a csapat kivonulás után felszabadulunk. Felszabadul a lélegzetünk is, és láttuk azt az ország vezetőibe, hogy arra törekedjenek, hogy megnyugtassák a lakosságot. Íme, most már mi magyarok itthon vagyunk, most magyar hazánkban, nincs itt idegen csizma, aki tapossa ezt a földet, és ez nagyon nagy hatással volt ránk, óriási. Ugye akkor alakultak meg az 56-os szervezetek, de nem csak az 56-os, hanem az 56 előttiek is. Aztán nem sorolnám végig őket, mert ugye hát volt sok. Hát azért a pártok, igen, a Független pártok, Kisgazdapárt visszatért, pártok is az része, újat mi is létrejöttünk. Ugye munkaszolgálatok, és a kitelepítek, Rácskiek, gulágosok, málánkirobotosok, nem mondanám most végig, mert nem lenne teljes. Ugye itt nagyon fontos, Jenő bácsi, hogy amit nagyon sokan gondoltak a szovjet csapatok kivonásáról, hogy mielőbb történjék meg, menjenek Isten hírével, azt önök kimondták. Igen. Mert nagyon sokan csak gondolták. Igen. Ezt a rendszerváltás után mennyire ismerte el az akkori politikai vezetés, hogy milyen nagy szerepe volt az 56-os szövetségeknek, az összes többi olyan szövetségnek, ami a rendszerváltás után megalakulhatott? Hogy mondjam, tiszteltek bennünket, most is tisztelnek, úgy gondolom, tiszteltek bennünket, és látták azt, hogy ezek az emberek, már akik életben maradtak, ugye, mert hála Istennek maradtunk életben, megérték azt, amiért akkor ők elszenvedtek, amiért akkor ők tették a dolgukat, mindenki a maga területén. Vagy kénytelen volt elviselni azt, amit a szocialista világ rájuk mért. Itt most a munkaszolgálatosokra gondolok. Tehát, hogy mondjam, nem tőlünk várták, meghurcoltak, üldözöttektől a dolgot, de látták, hogy íme, ez számukra is egy jó irányvonal, amit az akkori vezetés, hozzátéve a többi pártoknak is a tevékenység, egy jó irányba történő, és ez nekünk ez egy felüdülés volt. Hiszen eltelt azóta egy emberöltő, tehát igen. 35 esztendővel igen. később végre megérték. Végre megérték. És akkor itt most belekapaszkodnék, ott a bal alsó sarokban van, hogy kilója minimum 1 forint. Igen. Hát ez egy érdekes történet, ugye? Beszéljünk igen. egy kicsit erről. Nem tudom, hogy ki ismeri föl ezt a helyzetet, de hát most aranybulla emlékműnek nevezik, ugye a Csúcsos hegy, ugye ahol volt egy tank. Igen. Az a tanknak a csöve Székesfehérvárra irányult. Hát, na kérem szépen a felszabadulásnak ez a motto olyan, hogy most vigyázzatok, mert itt van egy cső, ami felétek észre, és akkor viselkedjetek jó, vagy fogadjatok szót.
és azt is el kell onnan vinni, mert annak sincs ott helye, hiszen az egy más történelmi emlékhely, ne csúfoskodjon, hát kilója ennyi meg ennyi, Balsai István polgármester volt akkor, igen. Bizony nem volt egyszerű, van másképp is erről, most azt nem részletezem. Én emlékszem, ott voltam, amikor lemelték egyébként, de itt a lényeg talán az, hogy ugye aranybulla. Igen. És ezt mindenki szorgalmazta, hogy legyen ismét aranybulla, így is történt. Így is történt, hála Istennek. Igen, tehát kilója, ugye oda van, minimum 1 forint. Hát most nem tudom hány kiló volt, de roppant nehéz volt, aztán sikerült elvinni. Nos, még egy dolgot megemlítenék ott a második sorban a jobb szélén, hogy mennyire készültek erre fizikailag a kivonulás véghezvitelére, hiszen ez egy óriási mennyiségű emberanyag, hadi anyag, és az ahhoz tartozó kiszolgáló dolgok is hozzátartoztak, mert hát mondjak egy olyan dolgot, volt nekik javító műhelyük is, ahol esztergagép, forgácsológép volt, és próbálták eladni. El is adták Székesfehérváron. Na de azt mondja, hogy 1769 vonat kell a kivonulásod. Hát az egy olyan hosszú, itt a jobb alsó sorokban látunk egy rövid képet arról, hogy milyen hosszú szerelmény volt. Hát hosszú volt. És szerettük látni a végét, hogy na, elment, de megkérdeztük, hogy és van még, és lesz még másik ilyen vagon, amire föl tolják ezeket az eszközöket, ugye gépkocsikat, harckocsikat, hajjaj, sok minden mást is elvittek, majd a következő részben visszatérünk rá. Tehát egy komoly szervezés volt. És ez egy nagyon nagy trauma volt ám a Szovjetuniónak, hogy azt az emberanyagot, és azt a hadi anyagot hová teszi? Igen, hát el kellett helyezni a családokat. El kellett helyezni, mert ugye az volt a csere általában, hogy amikor cserélték őket, mit tudom én, 4-5 évenként az itt lévő tiszteket, katonákat, akkor annak a helyére hazamentek a másik. De most ugye otthon voltak, most az a hadsereg mennyiség nem csak Magyarországra, hanem a többiről is valahova el kellett helyezni őket. Hát ez egy komoly. És nem irigyeltem egyáltalán a határ menti átmenő Záhony, meg más helyeken is, azokat a városokat, ahol tornyosultak a vagonok, tornyosultak, és szinte nem nagyon tudták őket kezelni, hogy hogyan tudnak átférni. Igen, hát a fekete gazdaságnak ez nagy üzlet volt, ebben megegyezhetünk, annál is inkább, és a városoknak is bizonyos értelemben, mert hogy 35 szovjet helyőrség volt Magyarországon. Hú. Ugye a budapesti a legnagyobb, mi is frekventált helyen voltunk már, mint Székesfehérvár, itt a Dunántúl kellős közepén, és azokat az épületeket, amelyet úgymond lelakva visszakapott az ország, azokat fel kellett újítani. És ez nagyon, nagyon sok pénzbe került, jóvátételre ugye nem számíthattunk, hát de igen. Hogy indult meg ez a folyamat, a jóvátétel? Miként emlékszik például itt Fehérváron? Hát nehéz ügy volt. Nehéz ügy volt, már az államvezetőknek se volt jó dolguk, mert ugye most felmérni, hogy mit visznek el, mit hagynak itt. Hát az épületeket nem tudták elvinni. A kerozint, a repülőgép anyagot is el tudták volna, de azt inkább kiengedték. Baj lett belőle, mert megfertőzték a talajt. De azok a lakások, ugye Fehérváron hány helyen voltak, legalább 4 helyen. Ugye azok a lakások sem voltak olyan minőségűek, hogy úgy mondjam, meg a lakhatás szempontjából sem volt olyan húda nagyon tisztán tartva, tehát egy komoly felújításnak kellett elébe nézni. Ez egy nagy kiadás volt az államnak, a városnak különösen, mert olyan, hogy nem azt mondom, hogy számíthatatlan kiadások jöttek, de ami komoly volt. Hiszen egy felújítás majd csak nem fölér annyival, mint hogyha újat kellene tenni, sőt, még rosszabb, mert a régit le kell bontani, az újat komfortossá kell tenni. Ezek a lakások egy része nem volt olyan jó állapotban. Talán a Királysoron, ugye az Élmunkás utca volt, igen, akkor, az ott lévő lakások voltak a legjobb minőségűek, azok nagyméretűek voltak, és ott voltak az igazi tábornokoknak a helyei. A többi lakótelepi, szovjet lakótelepi helyekről beszélek, azok lelakott állapotban voltak. Ott a kisebb rendfokozattal lévő tiszteknek volt a helyük, a kaszárnyákban, a laktanyákban, meg a kiskatonáknak. De mindegyiket föl kellett. Hát a Budai úton lévő laktanyában, ahol kiskatonák voltak, utána, amíg nem jutott odáig az ország meg a város, hogy feljavítsa, addig ilyen, hogy mondjam, piacokat rendeztek. Különféle
akkor voltak ilyen kis vállalkozók, hogy most nem tudom, ruhaneműket hoznak, igen, cipőféléket hoznak, tudjuk, nagyon jó, és akkor ott ezzel foglalkoztak. Egy ideig kitöltötték azt a helyet. Nem volt valami hű, de nagyon szép. Én magam is voltam ott egy ilyen vásárlás, nem is annyira vásárlás, kíváncsiskodás szempontjából, hogy hát bizony voltak ott olyan, az oroszoktól maradt itt plakátok, meg mindenféle, amit félretettek, és ott tudták megrendezni a kis piacaikat. Tehát igen, ez egy ilyen átmeneti szituáció. A másik lakásoknál ott viszont ott maradt minden. Hát volt egy ismerősöm, aki foglalkozott, mint művezető egy ilyen lakásfelújításon. Hát úgy indultunk neki, hogy nos, vajon egyáltalán el vannak-e zárva a vízcsapok, tehát nem történik-e ott fagyás, egyáltalán le van-e kapcsolva a villany, mert ugye veszélyes dolog, hogyha ott a víz találkozik az árammal, és akkor azzal kezdték, hogy megnyomták a kapunál a csengőt, és csengett. No, akkor az az első dolog, hogy itt áramtalanítani, mert akárhová lépünk, akárhová nyúlunk, ott a kivonulástól kezdődően akármi is történhetett, egy beázás vagy valami kapcsán, ez már egy veszélyes környezet volt. Rendkívül fontos kérdés viszont az is, hogy ugye a rendszerváltás után Székesfehérvár, ahogy a többi város is kis ilyen csődbe került, és hát erről bizony, nem a városvezetés tehetett. Nem. És akkor jött a kivonulás is, és ráadásul a kapcsolatok akkor még nem normalizálódtak, szétbomlott a Szovjetunió, mint igen, tudjuk, és egy csomó gyár elvesztette a beszállító jellegét. Ez többek között a Videotont is megviselte. Pontosan még hozzá volt. Nagyon, pontosan illetve hát a katonai gyáregységét feltétlenül. Igen. Ez hogy alakult ki? Ezt hogy sikerült megoldani? Következő volt a hely, én akkor a Videotonban dolgoztam még, és a pénzügyi dolgok kezdtek leülni, de elég jól. És akkor voltak olyan megoldások, hogy bartel megoldás, tehát csere, anyagcsere. Hogy mondjam, a Videoton tudott szállítani televíziókészüléket. Azzal fizetett valami olyan anyagért, amit korábban csak a Szovjetunióból lehetett megszerezni. Nem árulok el titkot, de hadipar volt, én abban dolgoztam. És ezeknek az anyagai egy részét a Szovjetunióból kellett megrendelnünk, hogy ezt a rádiótechnikát, hát azért még az utolsó fél évben ki lehessen söpörni. És akkor ilyen barter szerződések voltak. Tulajdonképpen ebben volt aztán olyan is kicsit furcsa dolog, de Hogy lehessen onnan kapni valamit, akkor személy szerint küldtek televíziót valakinek ott az anyaggazdálkodás terén, hogy akkor küldje az anyagot, mert nem tudja befejezni a hadipari gyártását. Nehéz dolog volt. Ez egy akkora trauma volt az ország, más területeken is természetesen. Én csak ezt a példát mondtam el, amit a közelünkben volt. Ezt a példát mondtam el, tehát ez egy nagyon nagy trauma volt a politikai változással együtt, nem irigylésre méltó azoknak a pártoknak, akik akkor ott semmiképpen igyekeztek. Jenő bácsi, hát ez a műsor vége most. Igen. Természetesen folytatjuk, mert hogy nagyon fontos időszak a következő is, és igen, azt hiszem, hogy ki lehet ezt bontani, mert hogy egy olyan időszak volt ez, amiről most beszéltünk, ami azt hiszem, hogy meghatározta a 20. század történelmét. Pontosan a második felének történelmét, hiszen egy képre még visszatérni. Ez ugyan színes kép volt, a búcsúzás. Ugye ott vannak a kis katonák a vagonban, és egy bácsi van ott, nem jól látszik a képen, egy zászlóval. És integet nekik, búcsúzás. Nem azt mondta, hogy viszontlátásra, hanem azt, hogy Isten veled. Isten veletek. Majd a következő részben erre fogjuk. Köszönöm, hogy megtisztelt, hogy itt volt velünk, és természetesen folytatjuk. Kedves nézőink, köszönöm önöknek is a figyelmet, és a következő adáson is várjuk önöket tisztelettel. Most pedig elköszönök, viszontlátásra.